Sziasztok! Amint láthatjátok, már tél van és hideg, de a tinta ugyanúgy folytatódik. Most egy sulilesent fogtok nézni. Sziasztok! Tóth Enikő vagyok. Siroki Bianka vagyok. A diákok körében a Mezgáz néven elhíresült iskola kapujában állunk most. Iskolánk névadója Török János. Bizonyára érdekes lehet számotokra, hogy iskolánk névadója gazdász volt, ám mezőgazdaság és környezetvédő szakképzésünk mellett az egészségügyi szakképzésünk is kiemelkedő. És most induljunk el a Török János folyosóinak útvesztőjén. Iskolánk bejáratánál rögtön a régi tanáraink tablói találhatóak. Mögöttem található egy lépcső, ami a zsibongó felé vezet, és ez a kedvenc helyünk. Az egészségügyi képzésünk zöme itt folyik. Most benézzünk a csecsemő demonstrerembe. A csecsemő demonstrerben tanuljuk meg a kisbabák ápolását és fürösztését. Ebben a teremben mindazok láthatók, mint egy ápolónak tudni kell, vérnyomásmérés, vérvétel és injekcióbeadás. Ez a tanterem olyan, mint egy kórterem. Most éppen a beteg mobilizációja és egy injekcióbeadás történik. Ez itt az anatómia terem, és itt tanuljuk az emberi testet bővebben. Ez itt a fizikoterápiás demonstrerem, ahol éppen az elektroterápiát és az egyénre szabott mozgástervet tanulják. A fizikoterápián belül a bőrbetegségek kezelésére alkalmas a szauna és a szolárium. Ebben a tanteremben elsősegély nyújtást gyakorolható. Az iskolánk azért van ilyen jó felszerelme, mert rengeteg pályázatot nyert. A sulilesnek nincs vége, folytatódik a tangazdaságban. Sziasztok, Cserny Gábor vagyok, ezennel átveszem a mikrofont, mert iskolánknak egy olyan részéhez érkeztünk, ami a mezőgazdasággal foglalkozik, a szőkealmi tangazdaságban járunk. Megérkezésünkkor itt szoktunk átöltözni, nálunk itt kezdődik az élet. A fóliasátorban járunk, paprikát szoktunk termeszteni, különféle paprika fajtákat. Kettes istállóban járunk, itt kezdődik a napunk, a bárányok etetésétől az almozásáig itt dolgozunk. A takarmány betakarításától egészen az állatok etetéséig itt tartjuk a takarmányt, a diákok feladata a takarmány tisztán tartása, szelektálása és majd zsákolása. Ez itt a daráló, a termény feldolgozása itt történik, majd ezek után tápformájában az állatok elé tesszük. Ahogy hallható körülöttem a zaj, a kocaolban járunk, a malacok itt szülik meg a kismalacaikat, és itt nevelik 2-3 héten keresztül. Mögöttem látható a tangazdaság gépparkja, a legkorszerűbb gépekkel dolgozunk, amiket pályázatokon szoktunk nyerni. Ennyi volt a Sulilesz Ceglédről, reméljük tetszett az iskolánk, szevasztok! Egy érdekes klubban jártunk, ahol színész zenész mesélte el, hogy mi ez az egész. Kicsi.
kicsit mesélnél erről az egész kezdeményezésről, hogy ti most itt vagytok a Gödörben, mint a kávészünet együttes. Szia, üdvözlök mindenkit! Folytatódik a zenélő versek klubestünk, ez most egy új helyszín, a Gödör, Király utca 8-10-ben nyílt újra, és lehet azt mondani, hogy mi vagyunk itt az első ilyen klubest tartók. Ez a klubest már volt előtte is egy másik helyszínen, ez annyiban más, mint egy sima koncertünk, hogy vendégeket hívunk különböző úgymond műfajokból, énekeseket, színészeket, költőket, és velük együtt szerepelünk a színpadon. Nagyon jó hangulatba szoktak ezek az estek telni, úgyhogy mindenképpen egy felejthetetlen élményt nyújt azoknak, akik ellátogatnak ide. A színészet és a költészet elég közel áll egymáshoz, de azért mégis van különbség, és mi is az a különbség? Hát az az óriási különbség, hogy a színészek általában nagyon nagy költők verseit szokták mondani, már aki. Nekem fantasztikus mestereim voltak a főiskolán, mondjuk Súlyok Mária meg Gáti József volt a művészi beszédtanár, és megszerettették velünk a verseket. De itt most egy olyan különleges alkalom van, hogy egy színész, akinek ez a hivatás, és sok-sok évtized ezt gyakorolja, az arra vetemedett most 3 évvel ezelőtt, hogy megjelent egy verses kötete, de büszkén vallom, hogy nem magánkiadásban, hanem a Palatinus kiadásában jelent meg. Itt vagyok én, és itt pedig édesanyámmal 5 éves koromban körülbelül, mint egyetlen megmaradt fénykép, és arra még büszkébb vagyok, hogy H. János kiváló költő és drámaíró vállalta föl a szerkesztését, és mint mondtam, nem magánkiadás, és azt szoktam mondani, hogy ha én lényegesen zsengébb vagyok, hát költőként, mint színészként, akkor a saját zsengéimet színészként föl szoktam javítani. Mit gondolsz, hogy a mostani fiatalokhoz, ha lehet így mondani, mennyire állnak közel a versek, vagy ha nem annyira, akkor hogy lehetne ezt fejleszteni? Én azt gondolom, hogy alapvetően a verselés, vagy a ritmikus szöveg, az mindenképpen közel áll mindenkihez. Hogyha azt veszük, hogy például pont a rap, az például nem egy magyar műfaj, mégis megvetette a lábát, ugye underground szinten, aztán utána a mainstreambe is, Magyarországon, mint mondjuk, mondhatnám azt, hogy ez nem is popzene, hanem popverselés, ami verselés zenére. Én azt gondolom, hogy akkor gyakorlatilag a modern költészetnek lehet mondani bizonyos szempontból. Én azt gondolom, hogy szerintem mindenki szereti a verseket, de legfeljebb, hogyha ezt nem vette észre, akkor még lehet, hogy nem ismert meg elég verset, vagy lehet, hogy nem tudja róla, hogy vers. De azt hiszem, hogy mai fiatalok mindig lesznek, és mindig voltak akkori mai fiatalok. Az én akkori mai fiatalokat most megint evúrnák, akik ilyen ősz nagypapakorú emberek, akkor van, aki azt mondaná, hogy engem nem érdekelt a költészet, engem érdekelt, és akkor mondaná, hogy József Attila a kedvencem, vagy Radnóti, vagy Rembó, vagy nem tudom micsoda. Tehát ilyen, hogy mai fiatalok, nyilván van, akit érdekel, és van, akit nem érdekel. De az, hogy valaki ott legyen, mint a Biblia a szobájában, az nem valószínű. Tehát ilyen nincs, hogy a fiatalok. Hát akire kedve van, olvassa, akire kedve van, hogy próbálkozzon. Nyilván neked is ebbe jut valami, ha szerelmes vagy, vagy beléd szerelmes valaki, és ír hozzád 3 szép sort. Lehet, hogy nem olyan szintű, mint a Radnóti Miklós, és írta annak idején. De hát azért az mégis egy nagy dolog, hogy az érzéseidet megpróbálod esetleg rímbe önteni. Szóval azt gondolom, hogy ez mindenkihez közel áll. Hogyha valakihez közel áll a saját nyelve, amit beszél, akkor igazából a verseket is szereti, mert nincs más választása. Tehát, hogyha van egy jópofa szófordulat, vagy egy szólás, az már nekem gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartozik. Nyilván az nem olyan, mint mondjuk megírni egy több verszakos verset, és azt elemezgetni, hogy ez milyen. De azt gondolom, hogy a művészetnek az elsődlegesen nem feltétlenül az a lényege, legalábbis számomra, mint felhasználó, hogy elkezdjem magyarázni, hogy vajon mit hallottam, hanem vagy tetszik, vagy nem tetszik. Hogyha jó pofa, akkor tőlem szólhat bármiről egy cipőfűzőről is a vers, akkor hogyha nekem tetszik, akkor tetszik. Igazából nem érdekel, hogy miért írta mondjuk az író azt a verset. Egyáltalán nem érdekel. Engem csak az érdekel, hogy tetszik-e a vers. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem sokan hallgatnak verseket, akár dalszöveg formájában, vagy ha az éppen vers, mert nem mindig az, vagy pedig amikor például, hogy egy rapper szöveget mond, az is vers, úgyhogy nagyon sok minden lehet, ami közel áll minden, tehát különböző, hogy mondjam, csoportokhoz. Mm-hmm.
És most őt is fel fogtok lépni, ugyebár, és ez különbözik valamiben a többi fellépésetektől? Annyiban természetesen különbözik, hogy ilyenkor együtt dolgozunk a vendégeinkkel is, tehát most Péli Barnabással fogunk együtt játszani dalokat, úgyhogy hát minden esetre van egy kis izgulás bennünk, mert új helyszín, minden új, mégis ugye folytatjuk a régi tendenciát, tehát izgalmakkal várjuk ezt a mai estét, de szerintem nagyon jól fog telni, úgyhogy várom mindenkit legközelebb december, január 15-én is. Mikor te fiatalabb voltál. Na, ennél is? Hát igen, ennél is. Akkor mennyire állt hozzád közel ez a költészet? Ugye említetted, hogy írtál verseket, de igen, mégiscsak... De nem jelent meg sohasehol. Nem vetemettem rá, csak ilyen érett koromba. És ez is véletlenül történt. Szóval soha nem küldtem semmiféle szerkesztőségekbe, ott csinálta verseket, és nem voltam se boldog, se elkeseredve, vagy visszautasították, vagy megjelent, mert hiszen el se küldtem. És a dolog úgy kezdődött, hogy mindig írogattam az elmúlt évtizedekben barátoknak, születésnapra, karácsonyra, erről, és erre rászoktak, mármint ajándékként. És teljesen magamnak Emlékszilánkok címmel 5 évvel ezelőtt, augusztus 28-án a születésnapomra versben megírtam az egész életemet, Emlékszilánkok címmel, kérlek szépen, 2 délelőtt a Balatonon. És akkor a baráti köröm, többek között Keleti Éva fotoművész, aki ezt a képet is csinálta, azt mondta, hogy ez már nem maradjon így. És megint nem jelentkeztem sehova, de ott ebbe a baratoni társasnyalóba az egyik könyvkiadónak és könyvterjesztőnek az igazgatója ott volt vendég valakinél, és az, hogy hallom, hogy írogatsz, megmutattam, és egy hét múlva fölhívott te, hogy nekem nagyon tetszik, és fogok neked szerezni kiadót, és rögtön a Palatinus jelentkezett. Ez így történt. Mikor még ennél is fiatalabb voltál, mennyire álltak hozzád közel a versek? Nagyon közel álltak hozzám. Olvastam is verset, de igazából mindig az előadás része érdekelt. És amikor ugye középiskolában is, meg főleg általános iskolában ilyen magyar órán ugye verseket mondtunk, akkor mindig jeleskedtem, meg utána, amikor voltak ilyen rendezvények, akkor is nagyon sokszor erős az előadó művészi vénám. Ezért nyilvánvalóan először azt ismerték fel, hogy nem félek a színpadon, és hogy mivel nem féltem, ezért mondtam verset. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon jól sikerült, de nagyon szerettem. Hogy mi lesz a következőkben, mi lesz a folytatás? Ugyanígy folytatódik tovább? Természetesen igen, tehát amit mondtam, ez ilyen havi rendszerességgel fog itt a Gödörben lenni, és a következő vendégeink között tudhatjuk Hajdú Steve-et is, mint színész, úgyhogy a többi vendéget még nem árulom el, kik lesznek. Január 15-én, az is egy keddi nap lesz, este 8 órakor kezdünk. Csipor egy Egerben működő, nagyon fiatal zenekarral készített riportot, ők az Etnofil. Itt állunk, vagyis inkább ülünk az Etnofil zenekarral. Hogyan alakult a zenekar? Hát ez úgy volt, hogy az alapfelállásban én nem voltam benne, mikor ez az egész elkezdődött, és az eredeti tagok egy ilyen hát baráti szinten verődtek össze, megszületett valaki az alapötlet, hogy kéne csinálni zenekart, meg volt ez a közös elképzelés, hogy a népzene az egy közös pont, amin el tudnak indulni, és akkor így kerestek maguk mellé egy ismerősöket, és akkor első körben ez úgy indult, hogy dob, basszus, gitár, hegedű és billentyű volt a zenekarban. Mit jelképez a név? Hát a név az gyakorlatilag egy ilyen utalás akart lenni arra a zenei világra, amit itt képviselünk, hogy nagyon sokrétű a zenei érdeklődésünk, hogy egy ilyen közös kapcsolódási pont volt a zenekartalok között, az a magyar népzene volt, és akkor ezen indultak, hogy ezen kezdte a zenekart próbálni a szárnyát, és innen származva a név is. A zenéket együtt vagy külön szerzitek? Hát általában úgy van, hogy ez egy ilyen közös munkafolyamat,
nagyon sok zene improvizációkon keresztül születik, bemegyünk a próbaterembe, és akkor elkezdünk csak együtt zenélgetni, és amikor elcsípünk egy-egy jó pillanatot, akkor azt meg fogjuk kiragadni, és valamilyen kis struktúrát kitalálni belőle, és így tovább szólni a gondolatokat. De van olyan is, amikor valaki mondjuk hoz magával egy ötletet a próbaterembe, és akkor azt dolgozzuk ki közösen. Neked milyen szereped van a zenekarban? Én ilyen technikus hangmérnök, ród, sofőr, szakács, ilyesmi jellegű szerepeket töltök, a mindenes. Igen, tehát ha megyünk egy koncerten, általában én vezetek, én keverem le a zenekar, tehát én külső szemlélő vagyok gyakorlatilag az egész produkcióban. A közönség hogyan fogadja ezt az érdekes irányzatot? Egyelőre nagyon pozitívak a visszajelzések, azt mondhatom. Az a jó talán, vagy azért állhat sok emberhez közel a zenénk, mert van táncosabb és elgondolkodtatóbb része is, és egy ilyen egészen hullámzó érzelmi világa van a dolognak, amiben szerintem mindenki tud valami kis kapaszkodót találni. Hogyan tudjátok összehozni a jazz és a népzenét? Nem olyan nagyon nehéz ez, vagy hozzánk közel áll ez a stílusötvözés. Szerintem van átjárhatóság ezek között, igazándiból az van sokszor, hogy kiragadunk mondjuk egy népzenei motívumot, és akkor azt megpróbáljuk egy másfajta azokat a dallamokat megpróbáljuk mondjuk egy másik ritmusképletre felültetni, és így játszadozunk ezekkel a különböző elemekkel. Három sárga kendőt veszek. Hogyan éled meg a zenekar mindennapjait? Hát, hogy is mondjam, kicsit érdekes így kívülről látni az egészet, tehát az benne a legjobb, hogy az elsődleges dolog, amit én látok, az a közönségnek a reakciója, mert ugye én az egész közönség mögött vagyok, és jó látni, így elcsípni ilyen fél mondatokat, hogy mennyire jó a zenekar, így sokszor odaállnak mellém, és na, ez igen, és tehát nekem gratulálnak, miközben megy a koncert, mert hát én vagyok ott a legközelebb, és akkor úgy mindig mosolygok ezen, és tényleg jó látni, hogy ahhoz képest, hogy indult ez a zenekar, mennyit fejlődött. Már az se volt gyenge, hogy elkezdték, de most meg aztán pláne. Melyik korosztály a célközönség? Valós célközönség nincsen igazándiból, mert a zenéket nem célzottan egy bizonyos közönség réteg vagy korosztály részre írjuk, hanem így a magunk szórakoztatására is úgy veszük észre, hogy nagyon széles a befogadó közeg is. Ami miatt szerintem ez a fiataloknak szól, hogy fiataloknak érdekes lehet, hogy egyre kevésbé találkoznak mondjuk a magyar népzenével, és mivel hogy itt ez egy kicsit más formában jelenik meg, és fiatalosabb stílusokkal van keverve, talán ők is egy kicsit közel tudnak hozzá kerülni, vagy így utat találnak ehhez a fajta műfajhoz. Egri banda révén mennyire vagytok jó viszonyban a kerekes banddal? Hát nagyon régóta ismerjük egymást, meg jóban is vagyunk, ahol lehet, hogy próbálunk segíteni is egymásnak. Nyilván nekünk az egy nagyon nagy segítség volt, hogy ők előttként egy bizonyos utat kitapostak ezzel az egész zenei világgal, vagy így a népzene és a modernebb zenei stílusok keverésével, és van csomó közös kapcsolódási pont velük, és a zenéket is nagyon szeretjük, úgyhogy abszolút így szoktunk együtt mozogni, és vannak nagyon közös pontok. Most bemutatok nektek egy fiatal autóversenyzőt, aki már 18 évesen bajnok volt. Hát igazából ez, én ebbe beleszülettem, mert nekem is az apum autóversenyző volt, és már kicsi koromban ott voltam versenyautók közelében, és nem is tudtam volna elképzelni azt, hogy én úgy növök fel, hogy nem kerülök egy versenyautó vagy egy versenygokart közelébe, és akkor így azért adta magát, hogy én 8 évesen elkezdtem gokart versenyezni, és 13 évesen pedig már belülhettem egy versenyautóba, és azóta most már itt tartunk, hogy 18 évesen azt mondhatom, hogy jövőre egy nemzetközi porondra tudok menni, ahol én úgy érzem, hogy akár egy középmezőnyben is lehetünk az időeredmények szerint, és nagyon várom ezt, hogy ne csak magyar pilóták ellen, és ne csak a környező országok pilótái ellen mehessek, hanem akárki ellen.
kaptam egy felkérést erre, hogy én sofőrként szerepeljek ebben a klipben, Erdvenyi Brigitta oldalán, ahol az volt a feladatom, hogy egy kettős sportautóval végigforgassuk ezt a klipet. Igazából nagyon élveztem az egészet, mert nem sokszor van ilyen lehetőség az embernek, hogy ilyen autóval is, és ezért egy klipben szerepelhet. Igazából nehéz volt, mert úgy zajlott az egész forgatás, hogy nem volt lezárva semmilyen út, hanem csak fel volt kamerázva az autó, és úgy kellett menni végig. És amikor volt egy olyan útszakasz, ahol üresedés volt, akkor kellett gyorsan forgatni, és ezért elhúzódott ez a klip forgatás egy egész napra. De örülök, hogy egy ilyenben is szerepelhettem. Egerben tanulok egy műszaki iskolában, jövőre fogok érettségizni. Eddig nem jelentett gondot a suli versenyzés mellett. Persze voltak kisebb, nagyobb hiányzások, de igazából végig sikerült bepótolnom. Aztán, hogy jövőre mennyire fogja ez akadályozni a tanulásomat, ugye az érettségi miatt, ezt még egyelőre nem tudom megítélni, de bízom bennem, hogy továbbra is tudom csinálni ezt a kettő dolgot egymás mellett. A legemlékezetesebb élményem az a 12 órás hungaroringi hosszú távverseny volt, ahol még a Fiesta-val mentünk a csapatommal. Ott öten voltunk az autóra, és két óránként cseréltük egymást, és nekem volt szerencsém kétszer két órát is menni, és ez egy nagyon nagy élmény volt, hiszen az is egy nemzetközi futam volt, nagyon sok neves pilótával, és azért éjfélkor lett vége az egész versenynek, ami azt hiszem, hogy egy egyedülálló dolog egy autóversenyben, hogy reggel indulunk, és éjszaka fejeződik be. Idén egy Seat Leon kupás versenyautóval teljesítettem az évet, illetve egy csonka évet mentünk. Ezt az évet tesznek szántuk, három futamon vettem részt ezzel az autóval. Ezek a Leonok régebben mentek egy Európa bajnoki futamon, ahol csak ezek a Leonok, tehát azért kupás autó, és most kaptak egy új lehetőséget ugyanezek az autók, hogy az ETCC-ben, ami nem csak Leon kupa, hanem az Európai Túrautó Bajnokság külön kategóriát kapott megint, és ezért választottunk a Leon mellett. Igazából sikerült nagyon megszeretnem az autót ebben az évben, és nagyon összebarátkoznom vele. És ez azért is kellett, ez a tesztverseny, hogy minden rezdülését tudjam az autónak, hogy milyen útviszonyok között, hogy fog viselkedni az autó, ez minden versenyautónál más. És úgy érzem, hogy most már úgy tudok nekivágni a jövő évnek, hogy biztos vagyok magamban. Ennyi volt mára a tinta. Élvezzétek a telet, húgolyozzatok, szánkózzatok, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok!